én védkem, én igen nagy védkem. Az angyalokkal együtt örülhet, földi pályáját is ott fejezte be. A hagyomány szerint ebben a kis templomban nyerte el Szent Ferenc a teljes búcsút, melyet a pápák megerősítettek, és más ferences templomra is kiterjesztettek. Szolgálóivá tegyen bennünket. Mária az angyali, és mennyit emlegetjük a szívét átjáró tört. De hogy mekkora boldogság... Nekem ez a ferences templom, ez mindennél fontosabb. És amikor ide költöztünk valamikor régen, akkor nekem az volt az első, hogy hova tudok menni templomba. És ez nekem 4 percre volt ez a templom. Úgyhogy, és nekem ez mindig fontos, tehát minden áldott nap, ha van mise, és főleg ez a porcinkula mise, hát a Szent Ferencnek én nagy tisztelője vagyok. És ilyen angyalok jelentek meg Jézus mennybe menetele után is a tanítványoknak, miközben ők ott álltak az égre nézve. Mi is legyünk örvendezők minden körülmények között, ne felejtsük el azt, hogy mi is áldottak vagyunk. És mert Isten áldottai vagyunk, minden körülmények között megtapasztalhatjuk Isten végtelen irgalmát, abban a kis parciumban, abban a kis részecskében, ahova Isten helyezett bennünket. Ott kell nekünk hitelesen tanúságot tenni Istenről. És hát ebben lehet segítségünkre a boldogságos Szűz Mária, és természetesen Szent Ferencnek égi közbenjárása. Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét! Thank you.